városába, vitéz jó vajdályok János hívására. Szépen összegyűlvén királyra szavazni, háromszor az égbe koronát feldobni. Háromszor repült az korona az égbe, háromszor is szállt az bátyás szép fejére. Így lett az országnak jó vitéz vezére, így lett az magyarnak dicső fejedelme. Milyen király volt ő, íme bizonysága, igaz tetteinek szép históriája. E kicsiny falut ne keressétek a térképen. Nevezzük is, mondjuk, ne keresnek. Igazi neve maradjon titokban. Nem is igen volt mivel dicsekednie, ha csak azzal nem, hogy a király erretett egyszer kitérőt Visegrádra menvén. Kíváncsivá tette urunkat a ma sok, felettébb furcsa hír, melyet az új falubíró felől hallott. Na most aztán lehet rakni a falat. Aztán, ha jön az áldás, nem áznak meg kentek. Az már szent igaz, bíró uram. Meglássa, mester, nem is számítok fel sokat segítségem fejében. Mit csinál, vén esze hagyott? Hát így könnyen letörik a füle annak a kupának. Tegye belőle, akkor nem éri baj. Úgy, úgy. Ami meg már ilyen kiálló füllel készült, szállítsa be kentüstént a portámra. Verd meg, Isten, valahol egy baland van. Balondul pazarol, Kend. Hát árkolt környül a házat, így még a kaput is megtakarítod. Na de bíró uram! A kerítésnek való meg estére az udvaromban legyen. Ej, de nagy árvaság vagy a fejedben, kapzsi bíró. Száll por meg bogár a szemedbe. Még az ág se csap pofán. Bíró uram! Gyula! Király! Hé, embere! Hol a falu bírája? Álljon ide elém! Magam vagyok az, de nem állok, mert ippek, hogy ülök. Tudod, étaknyos, hogy éppen urat királyod előtt üldögélsz? Gondoltam én rá, te csörgősipkás, de hát én tudom, hogy Mátyás király mindig szegényes ruhában forgolódik a nép közt, nem ilyen maskarában. Na de majd Máté megmondja az igazat, ő már szolgált Mátyás seregiben. Térdre, bíró uram! Ő Mátyás király! Aztán mióta vagy te a falu bírája?
Hát azóta, mióta a falu úgy döntött, hogy nekem van itt a legtöbb eszem. Mert hogy nékünk van a legnagyobb szántónk, meg a legtöbb marhánk is. Még egyel több is a szükségesnél. Tehát az elődött buta volt? Az bizony, meg a maradi. Hát ezt meg hogy érted? Csak úgy, hogy mindenfélét csináltatott a népekkel, de hát az meg mind nagyon fáradtságos volt. Bizonyára azért adtad híres jó tanácsaidat, hogy kevesebbet fáradjon a falu népe. Nem, felség. Csak élesítgetem elmém ezen új feladatokkal. Ha csak ez kell, hát adok én olyan feladatokat néked, amiből rögvest kiviláglik, hogy mennyi észszorult bírói föveged alá. Csak elébb hívd ide a régi bírót. Itt állok előtted, uram királyom. Az lesz a dolgotok, hogy mondjuk rögvest állítsatok elében 30 farkast, 40 okosat és 60 bolondot. Hát farkas az Istenek hála, nem futkos a környéken. Okosból minek kéne 40, amikor itt vagyok én magam? Bolondot csak kettőt tudok. Az egyik a felvégen lakik, a másik meg ott áll felséget háta megett. Na öreg, te következel. Felséges királyom. Ez az ember itt 30 esztendős és olyan erős, mint a farkas. Ez pedig 40 esztendős. És bizonyára okos, mert ekkorára rendszerint megjön az esze az embernek. Ez meg itt 60 esztendős és bolond. Mert hát mind bolondnak tartják azt, aki 60 éves korára is szegény marad. Ígérem, nem látsz többé szükséget. Királyi akaratunkból, mától fogva ezen falu örökös bírája leszel. Köszönöm, felséges királyom. Elődöd összeharácsolt vagyonát néked adományozom. Használd fel a falu népének boldogulására. Te pedig, fiam, adj emlékül egyet a kifordított korsógól. Mindig emlékeztessen engem arra, hogy még sok bolond dolgot kell eligazítanunk szerelmes országunkban.